Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a következő beszélgetős előadásunkat, amit a Tóthi Czóval, a Ményakák alapítójával kezdeményeztünk már a múlt évben. Nagyon örülök, hogy a létszámunk egy picit nőtt, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, de engedjétek meg, hogy a dunaraszti védőméket nagy örömre, hogy el tudtak jönni szabadidejükben, hogy köszönhetem őket. Én meg szeretném kérni az Czót, hogy mesélje el nekünk azt, hogy igazából ebben a májusi hónapban most mennyi minden kampánnyal készültök ezekkel a női betegségekkel. Köszönöm szépen, örülök, hogy megint itt lehetek. Ugye mi alapvetően és elsősorban ményakrákkal foglalkozunk az alapítvánnyal, ményakrák megelőzéssel és az érintettekkel. Végülis 2015 óta a petefészekrákkal is foglalkozunk. Ez egyébként azt szoktam mondani, hogy nem terveztük, de hogy van egy közösségünk, amiben érintettek vannak, és hát egyre másra 2015-től elkezdtek jelentkezni a petefészekrákkal érintettek, és nyilván az ember nem mondja azt, hogy nem engedjük be őket. Egyébként én így utólag örülök is neki. De hát ez nyilván több feladatot, több érdekérvényesítést és hát több területet vont maga után. Úgyhogy tulajdonképpen a május egy picit nálunk a petefészekrákról fog szólni. Tehát május 8-a a petefészekrák világnapja. Erre mi készítettünk egy szóróanyagot, ami felhívja a petefészekrák tüneteire a figyelmet. Ami azért is nagyon fontos, és aztán persze nem akarok erről beszélni, de azért meg kell, hogy említsem, hogy a petefészekráknak olyan tünetei vannak, amelyek könnyen összetéveszthetőek mondjuk egy gyomorrontással, vagy bélpanaszokkal, és nagyon sokszor sajnos nem történik meg időben a diagnózis, és ez ennek nagyon rossz következményei vannak. Tehát amikor hosszantartóan az ember észleli a tüneteit, a gyomorrontás, a hasi puffadás, deréktáji fájdalom, akkor igenis addig kell menni, amíg ezt kizárjuk. És erre szeretnénk most május 8-án felhívni a figyelmet. És aztán a tavalyi évben nekünk volt egy, szerintem beszéltünk is róla a múltkor, azt hiszem a Fejős Éva írt nekünk egy novellát, annak a 13. villamos volt a címe, és ezt folytatjuk. Az egy kicsit lezáratlanul ért véget, ugye ott nem derült ki, hogy végül is a szerelem az egymásra talált-e a párnál, és ezt mindenképpen folytatjuk, úgyhogy június elején már meg lesz a novella, és ugyanúgy, mint ahogy tavaly, a Librikben könyvvásárlásnál kapni fognak a hölgyek. Egyébként 10 000 darab kelt el a tavalyi évben, és az ideiben is szeretnénk. Lesz is egy ilyen exkluzív novella bemutató bent Budapesten. És természetesen azért a ményakrák része is ugyanúgy fontos májusban is, úgyhogy egyre többet beszélünk és hallunk most már a HPV alapú szűrésről, ugye, hogy nem csak citológiai kenetvétel van, hanem meg tudjuk mutatni egy teszttel, hogy van-e HPV fertőzésre a szervezetben, és egy kicsit ennek a kommunikációjával fogunk még foglalkozni. Úgyhogy azért van mit csinálni májusban is. Igen, akik nem voltak a múltkori beszélgetésünkön, tulajdonképpen mi a beszélgetésünk fonalát és ezeket a női betegségek megelőzését tulajdonképpen a párkapcsolati vonalra húztuk fel, vagy fűztük fel, és közben ugye fűzzük a karkötőket, amit azoknak a hölgyeknek szeretnénk odaadni, és a mai napon, amit fűznek itt a hölgyek, lányok, szeretnénk majd, hogyha a védőnőt juttatnánk el azoknak, akik jelentkeznek arra a szülésre, amit már ti végeztek, és szeretnénk csak egy-egy mondattal, hogyha valamelyikötök elmondaná, hogy dunaharasztin van már ilyen szülés, jogosultak vagytok, és hogy esetleg ez hogy történik. Jogosultságunk már volna, mert igen, nagy részünk elvégezte az ehhez tartozó képzést. Jelenleg még nincsen szülés dunaharasztin, jelenleg nincs is, hogy hol, nincsen hozzá berendezés sem. Ez folyamatos tárgyalások alapján kérdezi jelenleg, hogy mikor és hogyan indulhatna el. De várható akkor egyébként? Vagy? Nem tudjuk pontosan. Tehát semmi információ nincs. Most azért azzal, hogy a Damjanich utcai rendelőt így felújítják, és mindenki egy helyre kényszerült be, és a másik oldal ilyen nagyon túlzsók volt. Szerintem egy picit most messzebb kerültünk a dologtól, de
Igazándiból ugye ez arra lett kitalálva, hogy főleg olyan települések, ahol nagyon messze van a nőgyógyászati ellátás, ott azért már működik a védőnői szolgálatoknál. A Dunaratin azért elérhető közegben van, akár magánúton, vagy akár a Szigetszent Miklósi rendelőben. Úgyhogy ezért szerintem nem is érzik nagyon sürgetőnek ezeket a lépéseket, de amint lesz, mi nyitottak vagyunk. De szívesen szűrnétek. Hát azt gondolom, hogy ezért ezek nagyon nyitott kapun döngetnek, ezek nagyon fontos dolgok, hogy mi azért itt tudunk helyben is szűrni, de talán azért abban tudtok a hölgyeknek, és ugye itt a fiatal hölgyekről is, tehát anyukákról beszélünk, akikkel ti konkrétan kapcsolatban vagytok, tudtok azért tanácsot adni, vagy tudtok a problémáról beszélni, tehát olyan közel kerülni hozzá, hiszen ott az ő újszülött babáját kell már, hogy látogassátok, támogassátok is, és akkor esetleg ennek keretében, hogyha lehet bármilyen segítségnyújtásra és támogatásra nagyon nyitottak vagyunk. Szerintem nagyon jó kapcsolatunk van a szülőkkel, mint védőnök, nagyon bensőséges kapcsolat, hogy bárki, hogyha olyan tünetet észlel, vagy ilyesmi, akkor nagyon szívesen segítünk benne, és abban pedig támogatást tudunk nyújtani, hogy megfelelő helyekre irányítsuk, akár kórház szempontjából, akár pedig a lelki segítség szempontjából, amit az alapítvány tud nyújtani. Illetve hát mi inkább a megelőzés szempontjából érezzük a védőnői hivatást fontosnak, amiben ugye most nagy szerepe van annak, hogy az állam is finanszírozza a lányoknak a HPV elleni védőoltást, illetve az önkormányzat a fiúknak, hogy megveszi. Ezt promotáljuk az iskolában, az iskola védőnök főleg. És remélhetőleg, hogy az állam a fiúknak is kifizeti, vagy most szeptembertől, vagy jövő szeptembertől, úgyhogy ezt a terhet is akkor a lelkes önkormányzatok le tudja venni, ami egy nagyon nagy dolog, azt gondolom. Igen, itt a múltban is beszéltünk egyébként elég sokat a megelőzéséről, tulajdonképpen ennek a dolognak és a szűrővizsgálatokról, hogy mennyire fontos a szűrésekre eljárni, és akkor szóba kerültek azok akár anyukák, akár hölgyek, akik saját gyermeküket sem szeretnék, nem vagy önmagukat beoltatni ez ellen, és akkor ugye még tulajdonképpen a fiús anyukákat nem nagyon szólítottuk így meg, hanem inkább csak a lányos anyukákat. Nem tudom, hogy ebben a tapasztalatotok milyen, mert hogy az Ica azt mondta, hogy megosztott a tapasztalata, tehát vannak, akik nagyon elzárkóznak ez ellen. Én körzetben dolgozom csak, iskolában nem. 0 és 6 éves kor között nem igazán kerül szóba. Egyébként én azt gondolom, hogy ugye most már minél többet beszélünk arról, hogy maga a HPV, ugye eddig mindig azt mondtuk, hogy csak a nőket védjük meg, és hogy azért fontos, hogy be legyenek oltva, hogy ugye ne alakuljon ki méhnyakrák. De ugye tulajdonképpen, hogy a HPV a férfiaknál is okozhat problémákat, ugye fejnyaki daganatokat, nemi szervi daganatokat, végbél daganatot, vagy akár ugye a nemi szervi szemlőcsöt, amit egymásnak adogatunk át, ugye egyre többet beszélünk arról, hogy igenis milyen fontos az, hogy a férfiak is védelmet kapjanak. És szerintem ez így most indul, egy kicsit most kezd az egész kommunikáció erre terelődni, egy kicsit a világ erre nyitni, és én mindig azt mondom, hogy ha a lányoknak ki van fizetve ez a védőoltás, akkor én nekem ugyan két lányom van, de a két fiam lenne, én diszkriminálva érezném magamat, hogy miért van az, hogy, és ugye választható védőoltás, tehát nem arról van szó, hogy kötelezzük az édesanyákat arra, hogy igenis be kell oltani, és szerintem ez egy fontos pontja a dolognak egyelőre, de hogy igenis, ha két fiam lenne, akkor én a fiaimat is szeretném megvédeni. Szóval ezen a vonalon kezdett szerintem ez az egész védőoltás elindulni, és az, hogy a fiús anyukák hogyan vélekednek ezzel kapcsolatban, ezt meg fogjuk látni majd, hogy hányan fogják kérni az oltást. Nem tudom, Dunaharasztin, azt hiszem ilyen 40% körüli, de nem, vagy nem tudom pontosan. Sajnos százalékos arányt nem tudok mondani. Én, mint nagyon nagy fiús anyukat tudok csak nyilatkozni. Én is azt gondolom egyébként, hogy nagyon fontos mindenféleképpen.
Tehát ha egy kicsit tovább gondolom ezt a dolgot, és amilyen élethelyzetben én vagyok, tehát nem csak a fiaim, hanem a leendő menyem, unokám, tehát mindenkinek a szempontjából, tehát az egész család szempontjából nagyon fontos lenne, hogyha ezek a védőoltások rendelkezésre állna, és mondjuk ezek a családok, akiknek nagyon nagy segítséget jelent azért ezeknek a 100 000 forintoknak a átvállalása, igen, hogy tulajdonképpen ez megszűnhet. Vannak országok, városok, ahol gyakorlatilag már olyan iszonyatos kampány volt, hogy lassan megszűnik, vagy már ki is lehet lassan mondani azt, hogy megszűnt. Szerintem egyébként az egészben igazából tényleg azt kell kiemelni, és hogy abba kell egy kicsit így jobban belegondolni, hogy hát van egy rák, ami ellen van védőoltás, és hogy ebben ez a nagyon nagy dolog, hogy miről másról mondhatjuk el ezt ilyen formában. És ugye erre kell koncentrálni, hogy van egy rák, amit meg lehet előzni. Ezzel is nyilván a rendszeres szűrésekkel, mert az a másik láb. És akkor ugye ilyenkor beszéltünk a gyerekekről, a fiatalokról, de hát azért van a velem egy idős korosztály is, aki gyakorlatilag 50 vagy 50-en felül van, és tulajdonképpen itt is nagyon fontos a szűrővizsgálatok megléte. Mert ugye bármilyen rák, most ugye elmondtad, hogy tulajdonképpen a petefészek rák is hozzátok került, mint kampány. Sőt, a mélytest rák is, és a szeméremtest rák is, de ebben már nincs. Igazából az egész női vonalat. Igen, kell, a kismedence, a női kismedence. Igen, tehát tulajdonképpen a nőiességünket kell, hogy képviseljük, azt gondolom, de minden nőnek saját magának kellene ezt tulajdonképpen képviselni. Csak valahogy a világ úgy néha elszalad felettünk, vagy felettük, vannak akik felett elszalad, akár az időben, tehát most itt nem a korra gondolok, hanem a mindennapi teendőkre, és az anyukák hajlamosak saját magukat mindig hátrébb sorolni mindenféle szempontból, vagy éppen legeslegutójára, vagy az utolsó utáni dologra sorolni. És ugye beszélgetésünk során tulajdonképpen a múltkor arra tértünk ki, hogy hiába próbálja az anyuka legutolsó sorba, vagy még utána sorolni magát, mert minden teendő fontosabb, minden kiadás fontosabb, de gyakorlatilag, hát ezért valljuk be őszintén, hogy a párunk mellett, társunk mellett, férjünk mellett nagyon fontosak, vagy talán még fontosabbak vagyunk, mert a tűzhely melegét azért mondjuk el, hogy az asszonyoknak kell, vagy nőknek kell biztosítani, tehát a családot összefogni, legalábbis én azt gondolom. És ezáltal valahogy ennek mentén elindulva, hogy ha ők kiesnek ebből egy betegség, netán egy halál esetén, hogy ez mennyire nagyon nagy problémát okoz egy gyerek életében, egy kisgyerek életében, egy szülő életében, ha elveszti a gyermekét, mármint azt az anyát például, és mennyire nehézé teszi annak a feladásnak az életét, hiszen a mindennapjaiban nem csak érzelmileg, hanem egyáltalán szenvedni fog ettől. Nem tudom, hogy esetleg valamilyen kérdés most e körül ennek megfogalmazódott, mert úgy szeretném azért, ha bekapcsolódnátok ebbe a beszélgetésbe. Próbáltok ezeket is körül alakítani, próbáljuk megbízzük ezeket a gyönyöket, de én azt szeretném, hogy tudok kérdezni, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz dolog, mert biztos, hogy foglalkoztat benneket is ez a dolog, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb személyből most itt az itt összeméről átesettek, hogy itt benne van a kampányol, alapítvány csinál, itt van, harasztén van, harasztén élünk, mi pedig az Egyesületet próbáljuk segíteni az életét is. Hiszen azért nem kell látni, hogy egy olyan teletés formában nagyon-nagyon sok ügyet születik, nagyon sok a fiatal szülő, fiatal pár. Általános kérdés most, hogy a gimnázium szót kiejtetted, hogy ott például szokott-e lenni, kimondottan például ilyen jellegű előadás, ilyen egészségügyi prevenciós előadás. Ugyanúgy, hogy együtt legyen, ugye, ugyanúgy élem. Mi, megmondom őszintén, mi az már nem próbáltuk bemenni az iskolába, akkor nem sikerült. Nagyon sok helyre járunk egyébként országszerte,
De az is lehet, hogy maga az iskola védőnő megtartja ezt az előadást. Megmondom őszintén, ez az én hiányosságom is, de ezt nem tudom. Hanem úgy egyébként az egészségről. Én biztos vagyok benne, nem ezt ti tudjátok, hogy a iskola védőnő... Önmagában azt nem tudom biztosan mondani, hogy egy hosszabb előadás formában van-e ilyen, de amikor, én nem vagyok iskolavédőnő, én csak helyettesítek iskolát, de amikor például az állami vagy az önkormányzati kampányoltásokra kiosztjuk a gyerekeknek a papírt, akkor egy tájékoztatást adunk hozzá szóban és írásban is. Írásban azért, hogy a szülők is tudják, a gyerekeknek pedig mi szóban elmondjuk, hogy mi fenterem ez a betegség, milyen nem szeretnénk a védőoltással megvédeni őket, és hogy milyen lehetőségeik vannak, amellett, hogy kérik vagy nem kérik az oltást. De akkor csak a 7-es, 8-os korosztály, igen. És igen. Az a szülőkkel együtt van a tájékoztató, vagy csak a gyerekeknek? Nehéz kivitelezni a szülőkkel együtt való tájékoztatást, tehát akár bár erről is szó volt bizonyos iskolákban, hogy ilyen szülői értekezletet tartani. Osztályfőnök jósolás sem, amikor megkapják, ugye mert kapnak egy papírt a szülők, amin igényelniük kell a védőoltást. És egyébként azon a papíron minden esetben rajta áll az iskolavédőnő elérhetősége. Tehát tudnád kérni. Igen, tehát, hogy, és ott van a papír alján, hogy bármilyen kérdésük van, akkor forduljanak bátran az iskolavédőnőhöz, illetve hát az iskola orvoshoz is akár személyesen. Nekünk is elég aktív egyébként ez az időszakunk ilyenkor, tehát hogyha még nem is jutunk be minden iskolába, de ilyenkor nagyon sokat foglalkozunk a témával, tehát jó esetben, ha mondjuk a szülők értesülnek arról, hogy mondjuk hiteles információt tudnak tőlünk is kapni, akkor nekünk nagyon sok a megkeresésünk akkor. Úgyhogy ráadásul szeptember elején mindig van egy nagy családi mozgásfesztivál Budapesten, rengetegen jönnek az országból mindenhova, ott mindig ki vagyunk standard, állandó téma. Ezt, hogy beoltassam, ne oltassam, és hát minden egyéb, ami ugye mellékhatások is egyéb, ami a szülő érdekli. De én azt gondolom, hogy ez működhetne jobban is, meg hát mi is dolgozunk rajta az, hogy tényleg olyan tájékoztatást kapjanak a szülők, sőt, nekünk a tavalyi évben volt egy kampányunk, a tini gyerekekhez szerettünk volna szólni, és nem úgy szerettünk volna szólni hozzájuk, hogy igenis menj oda az anyukádhoz és kérjed a védőoltást, hanem mi azt tartjuk fontosnak, hogy a szülő üljön le a gyerekkel, és hogy egy közös döntés legyen a HPV elleni védőoltásnak a felvétele, mert azt látjuk, nem egyszer, nem kétszer, hogy vagy a gyerek jön és akkor mondja, hogy anya, ez az az oltás, amit nekem nem engedtél, vagy a szülő durog valamiért, és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor közelítsük a kettőt együtt, és csináltunk egy olyan kis kampányt a tiniknek, ugye hát ők mindig nyomkodnak a telefonnal, és akkor van egy alkalmazás, a musicalének hívják, ahol egy pár másodperc zenére tátognak és mutogatnak, és akkor ott megkerestük a három legmenőbbet, hogyha mondhatom így, és kértük őket, hogy egy ilyen pár másodperces kisfilmet csináljanak, és akkor a végén kimutatták, hogy HPV így a tenyerükre volt írva tollal, és ami elképesztő, hogy több mint 80 ezer tinit értünk el vele, tehát ténylegesen kimutathatóan, és több mint 600 hozzászólás érkezett ehhez a videóhoz, elképesztőek egyébként. Van, aki a szülőtől hoz iszonyú téves információkat, van, aki abszolút képbe van, egymást buzdították, hát nagyon érdekes volt látni, hogy ők az ő kis közegükben hogyan beszélik meg ezt a témát. És hát Magyarországon 78%-os lett az átoltottság, ugye a szeptemberi adatok szerint, és nagyon bízunk benne, hogy azért ez is hozzájárult, szóval próbálunk mi is azért elérni a gyerekekhez is, de hogy nekünk az a nagyon fontos, hogy igenis a szülő üljön le, és együtt beszéljék meg. Hall a gyerkőc valamit mondjuk a védőnőtől, mondjuk az anya megkérdezi remélhetőleg a nőgyógyászát, vagy a házi orvost, vagy a védőnőjét ugyanúgy, és akkor az egy közös döntés legyen. Persze tudom, hogy ez egy nehéz dolog, de próbáltuk. Azért lenne jó ilyenkor az együttes tájékoztatás. Igen. Mind a kérdően. Igen. Igen. A szülők kapnak papírt róla, valamelyik iskola szervez plusz osztályfőnöki órát ennek. Hát ahogy alakul.
Hát én azt gondolom, hogy mivel ez a második beszélgetésünk, és az Egyesület ezt az évet úgy gondolta, hogy ennek a kampánynak, a felvilágosító kampánynak szánja, ez egy nagyon jó felvetés volt, amit, bocsánat, fegezlek, hogy mondtál, mert én azt gondolom, hogy ebben tényleg meg lehet keresni az iskolákat, vagy vannak olyan intézmények, ahova be tudnánk, azt nem mondom, hogy teljes iskolát, de gyakorlatilag egy meghívóval akár a szülőket és a gyerekeket együttesen elhívni, mert talán, ha oda eljönnének, akkor legalább hazafelé menet karöltve, hanem is kézen fogva, mert azért ezek már nagy gyerekek, lehet, hogy igazából akkor kerülnének egy olyan nexusba a szülővel, itt az anyát értem elsőként, mert azt gondolom, hogy ez anyával, egy olyan nexusba, hogy amik hazérnek az ott az 5-10 percet, tényleg négy szem közt lehetnek, és esetleg olyan információt kap szülő és gyerek is, hogy akkor talán úgy egymásra találva meg tudnák ezt beszélni. Úgyhogy hihetetlen fejben hiányosan, és megpróbáljuk ezt a vonalat is, hogy ez hogy működik. És azért mondjuk ugyanez a szeptember eleje, ez nagyon nehéz, hogy ott van előtte a nyári szünet, de az biztos, hogy ilyenkor azért a szülőknek csak ott van egy döntés a kezükbe. Tehát ilyenkor azért szeretne hiteles és jó információkat kapni erről az oltásról, úgyhogy biztos, hogy mindenkinek rengeteg kérdése van. Úgyhogy érdemes is tényleg akár orvost, védőnőt becsatolni, hogyha ilyet szerveztek, vagy szervezünk. Én abszolút nyitott vagyok itt Tunaharasztin, tehát mondom, úgyhogy mi szívesen beleállunk ebbe. Szerintem meg is kérdezik a szülők a védőnőt. Tehát én azért tapasztalom azt, hogy akinek iskoláskorú a gyereke, és mondjuk van kisebb testvér, és tényleg rendszeresen találkozik a védőnővel, megkérdezik. Érdekli őket, hiteles információt akar kapni. Én azt gondolom, hogy aki felelősen gondolkodik, még több győzködni sem kell. Tehát ugyanakkor az ellenpólus is ott van, akinek meg az a véleménye, hogy de ha egy ilyen betegség, vagy egy ilyen oltás, vagy akár egy hepatitis oltást megkap a gyerek, akkor úgy gondolja, hogy ezzel felszólította arra, hogy akkor most már szabadon lehet a nemi életét bonyolítani. És nagyon sokakba felmerül ez a kérdés, hogy azért nem. Mert hogy akkor ez egy ilyen felszólításként éri meg. Igen, és akkor ezért igen. Nehéz ezt kiverni a fejekből, hogy úgy mondjam, hogy ez azért nem erről szól. Igen, de pont ezekről kell, lehetne beszélgetni igen. Ilyenkor, hogy ezeket felhúzni. Nem, tévi információk keringenek egymás között. Meg hát az a tipikus, amikor egy adott osztályban mondjuk egy anyuka mondjuk oltás ellenes, és akkor az ott bedöntheti az igen, egész. Szóval azért befolyásolják egymást igen. Nyilván. Hát a szülők is, a gyerekek is, de én azt gondolom, hogy a szülőket kell, talán a gyerekek azt gondolom, hogy nyitottabbak, tehát ezek a nagy tinik, vagy majdnem felnőtt gyerekek már nyitottabbak. Múltkor is ugye beszélgettünk arról, hogy vannak szülők, akik szörnyen elzárkóznak ettől, pedig a gyerek nyitott lenne, vagy próbálna a szülővel beszélni erről a témáról. Ezeket a szülőket is mindenféleképpen meg kell próbálnunk valahogy elérni, hiszen ők azért valljuk be, hogy struc politikát folytatnak, hiszen a mai világban annyira korán érnek már a gyerekek, hogy lehet, hogy a nemi érése sokkal-sokkal hamarabb megtörténik, mint lelkiekben, hogy eljött egy olyan folyamatra. De a világ olyan, a tévéből olyan műsorok jönnek, hogy lehet, hogy ő az első igaz szerelme nélkül már rég túl van egy netán több kapcsolaton, ami nem is tudja gyakorlatilag, hogy az micsoda, de mégis túl van rajta. Hát erre meg ugye igen, a szexuális felvilágosítás, mert most már nagyon modern formáival is foglalkoznak. Én olyanokat hallok, hogy járják az országot, hogy valami elképesztő, tehát tényleg annyira kreatívan, mert ezeket a gyerekeket már így tudjuk megfogni, tehát hogy egyszerűen ott őket ki kell a komfortzónájukból zökkenteni, mert nincs esélye arra, hogy bármit meghalljanak. És tényleg annyira jó dolgokat lehet hallani, hogy hát meg kell, tehát abszolút kell. Ez mindenféleképpen, mert azért egymásra hordozzuk, hogy hordozzák az emberek ezt a betegséget, hogyha nincsenek gyakorlatilag oltva vagy védve. Nekünk egyébként nagyon sokszor van az is, hogy megyünk, általában ilyen 6., 7., 8. szoktunk sokat járni, és van olyan, hogy levonul az osztály, és akkor már látom, hogy ki az, aki tűkön ül, és oda jön. És volt olyan, akit gyerek nőgyógyászhoz irányítottunk, de ő mondta, hogy nem hajlandó a szülő elvinni. Tehát ő mondja, de nem hajlandó.
Szóval, hogy egyszerűen mindenféle van, és hogy nyilván nem fog megnyílni az egész osztály elől, de hogy mégis egyszerűen érzi azt a bizalmat, ami egy nagyon jó dolog, hogy ő akkor oda jön. Igen, talán itt picit kanyarodnék a beszélgetésbe, mert ugye a múltkor elég mélyen veséztük ki azt a problémát, amikor már eljut egy olyan stádiumba, hogy beteg, és te beszéltél a saját betegségedről, és arról, hogy fizikailag mi mentél keresztül, mert azért nagyon fontos tudni, hogy ez nem egy olyan betegség, hogy fogom magam és átisakoltam, mint egy influenzál, és legfeljebb ágynak gyűlök két hétig, és utána talpra tudok ugrani, és semmiféle problémám nincs, hanem hogy gyakorlatilag az életed forgott kockán, és hogy micsoda iszonyú fájdalmakon megy keresztül azért az ember, akik ugye most a karkötőket is ugye fűzzük, most éppen másnak szálljuk, mint a kórházban lévő hölgyeknek, de ha még erről egy picit beszélnénk, azt gondolom, hogy ez fontos lenne, talán ez is egy ilyen elrettentő gondolatsor lehetne azoknak, akik most esetleg nézik, vagy hallják, vagy majd szájhagyomány útján itt Arasztin, hogy beszélgettünk ilyesmiről is, mert oké, hogy a fiatalokat próbáljuk így, tehát a nagyon fiatal korosztályt, az iskolás korosztályt, vagy már a végzős korosztályt ugye az oltásokkal védeni. Itt a múltkor ugye voltak köztünk fiatal anyukák, és gyakorlatilag aki már hordozója volt, vagy aki már túlesett ezen, és ők azért jöttek el, hogy is egy pár szóval elmondják, hogy estek ezen túl lelkileg, fizikailag, mert ilyen szempontból. Igen, az ember azt gondolja nyilván, hogy vele nem fog ez megtörténni, meg nem történhet meg. Szerintem amíg a világ, addig ez így is lesz az embereknél, hogy így gondolják, és aztán meg ott a baj a semmiből, és nem csak én vagyok ilyen fiatal, aki átesett ezen a betegségen, hanem rengetegen vannak. Tehát nekünk egy 750 fős közösségünk van, és szerintem a 80%-a iszonyú fiatal nős, hogy csináltunk egy piackutatást is a részeredményeknél, mert most fogjuk zárni. Már az látszódott, hogy 280 főnek a 10%-a 25 éves. Tehát ez diagnosztizált, kezelt méhnyakrák, mert ugye a méhnyakrák előtt van egy rák megelőző állapot, tehát nem is arról beszélünk, amit ugye, ha a szűrés időben észrevesz, akkor szerencsés helyzetben van, és kezelhető megfelelően, de ez már a diagnosztizált kezelt méhnyakrák. Most 550 kitöltőnél tartunk, nem tudom, hogy ez az arány, ez mennyi lesz, de szerintem megdöbbentő. És megdöbbentő az, hogy a sok fiatal nőnek ugye még nem volt gyermeke, tudjuk, hogy a családtervezés is eléggé kitolódik, igen, és elveszíti a méhét, és aztán nem lehet gyereke. Tehát, hogy ott a lányok iszonyú nagy terhekkel küzdenek. És hogy ami még szintén megdöbbentő, egy méhnyakrák diagnózis esetén egy fiatal lány nem azt kérdezi az orvostól, hogy ugye életben maradok, hanem ugye lehet még gyerekem. Tehát, hogy mi az a női ösztön, ami ilyenkor működik, és van olyan, hogy azt mondja, hogy nem akarom a műtétet, mert én gyereket akarok. És akkor el kell neki mondani, hogy az életedet elveszítheted, hogyha nincs műtét. Szóval egyszerűen, hogy el kell jutni addig, hogy ő egyáltalán az első lépcsőfokát annak, hogy elveszíti a méhét, és nem lehet gyermeke, azt valamilyen úton, módon megemészte. És akkor még ugye nem beszéltünk, amit mi beszéltünk itt előtte, hogy akkor ott van egy férj vagy egy társ, aki gyereket akart azzal a nővel, és családot akart alapítani. Hogy akkor az ő oldala mi? És akkor ott vannak a szülők, akik elveszíthetik a gyereküket. Igen. És hogy itt egyszerűen annyi oldalról beszélhetünk, hogyha, és visszatérve mondjuk a prevenciós részére, hogy akkor ne csak arra gondoljunk, hogy oké, magamnak megelőzhetek egy méhnyakrákot, hanem akkor egy picit, hogyha jobban belemegyünk abban, hogy lepörgetve, hogy akkor én rendben vagyok, a férjem rendben van, a szüleim rendben vannak. Szóval, hogy ez egy annyira sok szereplős dolog, ami benne így nem szoktunk belegondolni. Pedig ha belegondolnánk, akkor lehet, hogy egy kicsit másképp állnánk hozzá ehhez a dologhoz.
Igen, igen, pontosan tudom, hogy ezt gondoltam végig, vagy volt a kérdésem. Lényegében, hogy a prevenció, az persze, hogy megelőzni kellett ez a szó, de a megelőzés ugye az életre, következményekre, család, a férj, szülő, na, a másik szülő is, mert hogyha beszélünk a gyűlőről, hogy milyen van már tehát az ősülés előtt, és a minden van a kérdésem, hogy ilyen, hogy olyan kérdés, hogy szüli apám, mint és így egy család, tehát ez egy összességében felnézünk, és nem csak egy személyek, akkor a nem egy család, hanem két család, hogy önmagáról beszélünk, összeomlásáról, vagy a kettőben, vagy az összefogásáról elsősorban, és akkor utána megvettük, hogy ez hogy milyen felismerő van, az oltásra, akár lány részére az oltásra, hogy azért eljusson a tudatáig az, hogy ő mit kockáztat ebben. Hogy ő mit kockáztat ebben. Nem csak a gyereket szorítja egy olyan falhoz, ahol ott egyedül fog lenni, és társaival tudja csak megosztani az életét, és netán csak fals információkat fog kapni jobbról, balról, vagy netán elindul egy olyan úton, amit nem kíván a szülő a gyerekének, pont azért, mert hogy nem talál támogatást. De én azt gondolom, hogy igen, elsősorban az anyukák, de azért másodszorban ott van egy apuka. Tehát ő azt mondja, hogy igen, és nekem ez a 14-16 vagy 18 éves lányom már pedig nem, mert már pedig ezért, meg már pedig ezért, akár a tradíciók, akár a vallás, akár akármi. Úgyhogy erre mondtam azt, hogy talán nem kellene már azért a fejünket a homokba dugni, mert hogy tényleg a prevenció az, ami egy egész családot, komplet, nagy családot. Szerintem kicsit ilyen szemléletmódváltással lenne szükség, hogy lássunk annyira előre. Tehát én a munkám során azt tapasztalom, hogy mondjuk ha beszélünk egy várandós nő, ha várandóság alatt beszélgetünk egymással, akkor az még nem érdekli, hogy mi lesz, amikor majd megszültem, és hogyan fogok szoptatni. Ő a szülésig lát. És amikor megszült, vagy picit előtte mondjuk, kezdi el érdekelni, mi lesz az, ami ezután jön. Tehát én azt gondolom, hogy ott kellene egy picit a szemléletmódot változtatni, hogy igenis merjünk annyira előre tekinteni, hogy mi lehet a következménye annak, hogy én most nem védekezem, amikor élem a szexuális életemet, milyen fertőzéseknek teszem ki saját magamat, a környezetemet. Tehát itt dobálják egymásnak a fertőzéseket mondjuk, és lehet, hogy egy hamis biztonságban ringatja magát azzal, hogy mondjuk akár megkapja a HPV elleni védőoltást, és azt gondolja, hogy ő akkor ezzel már bármit megtehet, letudott mindent, ő már védekezik. Holott szerintem ott kellene egy kicsit a gondolkodásmódot változtatni, hogy azért gondoljunk már abba is, hogy ez nem csak ebből áll, hogy most megkaptam a védőoltást. Hány egyéb betegség ellen védekezem akkor, hogyha éppenséggel mondjuk használt a gyógyszert. Igen, ez nagyon jó. Igen, nagyon jó felvetésed volt igazából ebből, mert ugye ez is benne van a pakliban, hogy mi oltunk valami ellen, vagy van egy oltás valami ellen, mert egy csomó minden más, mivel nincs oltás, és másképp nem védekezhet az ember, és ahogy az előbb említetted, gyakorlatilag a gyerekvállalás kitolódik, tehát azért azt kell látnunk, hogy mondjuk veszünk egy 16 éves érett lányt, aki már testileg már egy nő, egy kész nő gyakorlatilag, és lassan ott tartunk, hogy 40-45 éves korában van család, és kezd el születik meg mondjuk netán az első gyerek. Tehát addig azért azt gondolom, hogy nem egy partnerrel fogja az életét élni, mert ugye keresi a párját, és a fiú is keresi a párját, tehát hogy mindenféleképpen ugye az önmagunk megvédése is nagyon fontos. És tényleg nagyon köszönöm, hogy ezt... Meg ezért is fontos maga a szűrés része is, hogy el kell menni, mert pont emiatt, hogy és azt is mondjuk, hogy maga a méhnyakrák megelőzés és a védőoltás és a rendszeres szűrés. És ugye ezt is beszéltük a múltkor, hogy mi azt is mondjuk, hogy igenis 65 éves kor felett is el kell menni. Oké, hogy addig fizeti az állam és a népegészségügyi szűrésbe az a teteje, de el kell menni 65 felett is, és el kell menni akkor is, hogyha akár mióma miatt veszítettük el a méhünket. Mert nagyon sokan mondják, hát az én már nekem már nem kell járni. Nem a nagy francokat, nem.
Hát el kell menni, mert ha ott egy bakteriális fertőzés van, egy vírusfertőzés, egy szemölcs mondjuk, amit lehet, hogy nem vesz észre, de az orvos észreveheti. Egyszerűen nagyon fontos. Csak nagyon sokat szoktam azon gondolkozni, hogy ebben a világban annyi betegséginformáció van, és annyi mindent hallunk, és hogy az ember már nem ebbe sokkal egy idő után, hogy én már nem akarom, hogy minden napom azzal teljen el, hogy most fogorvoshoz kell mennem, most szájhigiénéshez kell mennem, most nőgyógyászhoz kell mennem, most ide kell mennem, meg oda kell mennem. Szóval, hogy valahogy ezt a részét is kell jól menedzselni, hogy aztán nehogy hipohonderekké váljunk. Szóval, hogy azért nehéz megtalálni a kommunikációban is a kettő között. Szerintem ez az, ami miatt egy kicsit... Nem azt mondom, hogy játszunk a témával, mert az nem volna megfelelő, hanem próbáljuk színessé és érdekessé tenni, még akkor is, hogyha egy rák területén dolgozunk, de hogy az tényleg egy szerethető dolog legyen, mert akkor nem tűnik annak, hogy na már megint hanyadik orvosi vizsgálat, és már engem már nem érdekel az egész. Tehát, hogy ne a visszájára forduljon pont attól, mert beszélünk a merrákról, látunk kampányokat, az endometriózisról, a vastagbélszűrés, ugye most, hogy elindulgat, szóval, hogy mindenről ott van a Facebook, és akkor így az emberre öntik, úgyhogy ember legyen a talpának, ügyesen navigálja. Jó felület szerintem a közösségi média arra, hogy mindenkit elérjél. Tehát, hogy hát mindenki ott lóg a nap 24 órájából 12. Tehát, hogy az egy nagyon jó felület szerintem, azt nagyon ki kellene használni, ennél sokkal jobban. Csak én mindig azt mondom, hogy ami nagyon fontos, az, hogy informáljunk, de hogy ami ennél is fontosabb, hogy a motivációt, hogy mi az a pont, amivel én téged arra tudlak motiválni, hogy te holnap reggel tuti felhívd a nőgyógyászt és bejelentkezz. Mert az egy dolog, hogy elmondom, vagy megijedsz, vagy azt mondod, hogy hát oké, felhívom, ha felhívod, de hogy én mindig azt a pontot keresem, hogy tök jó, meg informáljunk, de hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy... Szerintem sokkolni. Tehát, hogy én hiszem azt, hogy annapság olyan inger gazdag környezetben élünk, hogy amikor a hidarodó azzal van tele, hogy hány ember töltett meg a mai nap folyamán Magyarországon, és már az is lefereg az emberekről, akkor én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni, a legjobb módszer az én véleményem szerint, hogy sokkolni, csúnya képeket mutogatni, vagy nem tudom, tehát ilyen mindenféle rossz sztorikat belodni, én azt gondolom, hogy én nem hiszem, hogy ezt másként lehet úgy direkt elérni. Nyilván persze az ember oda megy és noszogat, mert nem tudom, de én azt hiszem, hogy attól, hogy mondjuk én védőnőként oda megyek, és mondjuk egy évben háromszor elmondom, hogy hát volt erre már szűrésem, nem biztos, hogy ettől el fog menni. Nem, biztos, hogy nem. Tehát, hogy igen, tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon csúnyán kellene sokkolni az embereket szerintem ahhoz, hogy valami ott kinyíljon a kobakban, hogy ez bizony tényleg súlyos és tényleg komoly, mert én azt gondolom, hogy addig, amíg az ő környezetében nincs egy ember, aki érintett, addig mindenki azt gondolja, hogy mondtad az elején, hogy ez velem nem történhet meg. Én biztosan nem. És nem fogja azt fel, hogy ez azért nem, mert én eljárok rendszeresen szűrésre, és megteszem azért a dolgomat, ami szükséges. Vagy csak úgy azért nem, mert hát én gondolom, hogy velem nem, és a maga dugom a fejemet, és majd kapkodom a levegőt, amikor meg mégis. Nekem két dolog jutott eszembe, hogy az inger küszöbünk az igen nagy, tehát a híradókra visszatérve, az inger küszöbünk az embereknek már igen nagy, tehát gyakorlatilag nem is vesznek már abszolút hétköznapi dolgokat észre, amíg valami szörnyű dolog nem történik körülöttük. A másik pedig a külső. Tehát pont a fogászatról jutott az eszembe, amit mondasz, hogy lehet, hogy a hölgyek hamarabb elmennek fodrászhoz, kozmetikushoz, fogászatra, mint nőgyászati szűrés, és innen nekem mondjuk az jut eszembe, hogy van rajtunk nadrág, szoknya, egyebek, ami nem látszik, vagy valahogy úgy gondoljuk, hogy az nem látszik, az csak én érzem, legfeljebb én az arcommal nem mutatom ki az érzelmeimet. Tehát nekem valahogy ez a kettő jutott eszembe, nem tudom, hogy a sokkolós kampány, most, bocsánat, kisebb a TV-ben leszünk, de nem tudom, hogy statisztikailag mondjuk a cigarettákon lévő sokkoló képek hány embert szoktatnak le. Tehát én megvan őszintén, hogy ebben nem hiszek. Hiszek inkább a beszélgetésben, vagy hiszek abban, amit a múltkor elkezdtünk, hogy talán az én betegségemről, ami nem kifejezetten ez a típusú
rák volt, rátértünk arra, hogy az ICO mivel foglalkozik, és hogy tényleg a veleik kiveséztük azt, hogy mivel jár egy ilyen betegség. Tehát tényleg a kiskönyvedben, amit leírtál, és hogy ezt ajánljuk mindenkinek, mert ott olyan kézzelfogható, felfogható szavakkal írtad le, hogy én azt gondolom, hogy akár egy egyszerű ember is fel tudja fogni, mert írhatnak gyönyörű orvosi könyveket, tanulmányokat, hogyha az nem hétköznapi nyelven van leírva, és nem talál el ahhoz az emberhez. Most lehet, hogy egy 8 diplomás ember azt fogja mondani, hogy hát igen, ezek borzasztó szavakkal vannak leírva, vagy borzasztóak ezek a mondatok, de lehet, hogy utána, amire az oldal végére ér, akkor lehet, hogy őt is ebben gyakorlatilag sokkoltad, mert hogy beírtad ezt a könyvet, tehát sokkoltad, hogy mi vár rá. Tehát én azt gondolom, hogy például ilyeneket kellene olvasni, vagy nézni, látni, tudni. Tehát én a sokkolást így gondolom. Mert az is sokkol a könyvűzőjében. Nem is szoktunk olyat, hogy ugye nekünk nagyon nagy a vágásunk, és akkor azt megmutatjuk, vagy már az, hogy tényleg kiáll egy érintett, és akkor úgy belemegy a történetébe, hogy mi meg hogy történik. Tehát az is. De például van olyan orvos, Hajdúszoboszló, nőgyógyász, aki olyan előadást tartott ott nekünk, hogy hát én voltam lesokkolva, tehát nem sajnálta a képeket, és mondta, hogy én így megyek a suliba. Én így megy a hetedikbe. Úgyhogy teljesen, tehát hogy tényleg az is bőségesen eléri a... Na azért ebben a könyvben is, meg az egész sztoriban, hogy az ember beszél róla, te mehetsz róla beszélni, kiállsz és elmondod. Ezzel kap az ember egy személyes érintettséget, érted? Lesz egy ember, akit ismerek, aki igen, ezen átesett. Tehát akkor már kicsit jobban érintett vagy, mint amikor mondjuk csak úgy hallottam róla, hogy ez létezik, igen, de még sose láttam olyat. Ez fontos szerintem, hogy beszélni kell róla, és igenis ki kell állni. Ilyen hölgyet ismerek, és többet meghívtam, és sajnos nem látom itt. Volt, akivel leveleztem, volt, akivel beszéltem, mert már túlesett, tehát már majdnem, hogy a gyógyult kategóriába tartozik, másféle rákkal is, nem csak ebben. És én azt kértem, hogy ha nem is tud róla beszélni, csak jöjjön el. És esetleg akkor, ha itt egyszer-kétszer velünk találkozik, és meg tud nyílni, és csak egy-egy mondatot mond el, akár sokkolóan is, vagy azt az érzést, amit lehet, hogy ha sokszor ismételgetünk, vagy más szavakkal mondanak el, akkor másokhoz jut el. Tehát hiába mondott el a szavaiddal, vagy én a szavaimban. Lehet, hogy az a 5. századik ember, aki elmondja, hogy ő mit élt át abban, vagy mit élt át a családja, más szavakat használ, más emberekhez jut el, de sajnos nem tudnak róla beszélni. Tehát nagyon sok időnek kell eltenni, nekem azért 14 évnek kellett eltenni az, hogy én tudjam beszélni róla. Neked kevesebb. Igen, egyébként ez is egy olyan érdekes dolog, hogy régen kevésbé. Most meg azért csak nyílik egy kicsit. Tehát, hogy én azt látom, hogy ha mondjuk a közösségbe kiírom azt, hogy gyerekek, az NL Café vagy az akárki akar csinálni egy riportot névvel, fotóval, 20-an biztos jelentkeznek rá. Szóval, hogy egy picit megnyílt, és ez nem baj, meg ez pont ez a jó része, de el kell mondanom azt is, és ez itt történt Harasztiban, abszolút név nélkül. Volt egy érintett, akivel soha nem tudtam találkozni, csak e-maileztünk, és ő azt írta nekem, hogy ő nem megy ki a házból sem a kertbe, mert akkor a szomszéd látni fogja azt, hogy viteg, és meg fogja kérdezni, hogy mi van vele, és ő mélységesen szégyeli, elvesztettük egyébként ezt a hölgyet fiatalon, és így tartottuk a kapcsolatot. És ő azért nem csatlakozik hozzánk, és inkább csak ezt így velem, mert ő egyszerűen ezt nem. Igen, hát, hogy mondom, hogy szerintem sokan rejtegetnek. Tehát, hogy nagyon nehezen beszélnek erről. Még a közeli ismerősök is nagyon nehezen mondják el. Direktbe rá kell kérdezni, többször meg kell kérdezni, és nem beszélnek erről szívesen az emberek. És én azért mondom, hogy szerintem ez annyira jó, hogy nektek van egy közösségetek, ahol arra tanítják ezeket az embereket, hogy merjél róla beszélni, akarjál róla beszélni, mert ezzel másokon segítek. Mert magán is. Hát minden, így van. Pszichológiai eszköz, hogy az ember ki tudja mondani azt, ami benne van. Az. Annál már csak az írás jobb. Nem. Hát igen, az írás az nagyon sok minden jó. Én egyébként itt talán
a mi végszavunkat, de ti nyugodtan kérdezzetek, ezzel fejezném vagy ragadnám be, hogy gyakorlatilag, ha nem is könyvet, de ha valakinek ehhez van affinitása, és csak minden nap egy oldalt ír saját magának, és azt visszaolvassa, mondjuk egy gyógyultabb stádiumban, vagy netán leírja az érveit, ellenérveit két oldalra, és arra összeveti, hogy most oltás vagy nem oltás gyereknek, magamnak, vagy hogy én azt gondolom, hogy az írás azért sok mindenre orvosság. Nem tudom, hogy maradt-e bennetek valami kérdés esetleg, mert azért azt nagyon szívesen fogadnánk, hogyha kérdeznétek még. Bár elég jó interaktív volt szerintem. Igen, és nagyon köszönjük, igen, nagyon szépen köszönjük. Nagyon sok hasznos információt mondtatok azért nekünk, legalábbis nekem, én azt gondolom, vagy ötletet. Talán ez a beszélgetés azért erősebb kicsit, ilyen brainstormingról is szól, hogy találunk el az emberekhez. Egy minden esetre szerintem az is egy nagyon fontos pont. Én nagyon védőnő párti vagyok. És tanítom is egyébként, tanítok minden főiskolán most már, és most megint jön egy újabb védőnőképzés, akik nem végezték el még a lemaradottaknak, és akkor abba is most felkértek a kommunikációs részébe. Én nagyon szeretem ezt, hogy a védőnőknek adták a feladatot. Tudom, hogy egy-ketten meglincselni. Maximálisan mondjuk az nagyon jó, hogy amikor a fiatalokkal, másod-harmadévesekkel beszélgetek, akkor nem egyszer van olyan, hogy nyilván ott elmondom a történetemet is, és hogy oda jön, hogy azt mondják a végén, hogy eddig nem akartam szülni, de most már nagyon, és hogy tényleg, és hogy úristen, és hogy föl kell őket vértezni, és hogy őket lehet, mert még ott vannak a suliba. De hogy minden esetre én azt gondolom, hogy itt Dunaharasztin is egy fontos lépés lesz, ha egyszer eljön, és hogy tudjanak róla a nők, mert hogy kisváros, kisfalu, nagyfalu, igazából itt ugye az az egésznek a lényege, hogy a védőnővel azért kialakul egyfajta személyes kapcsolat is, és van, aki a bizalmat odaadja, mert nő, mert ismeri, mert tudja azt, hogy nem azon, hogy 5 perc múlva kikergeti, hogy na, akkor jöhet a következő. Itt egy picit más a nexus, mint egy orvossal. Nincs meg az a marha nagy aláfölé rendeltségi érzés, és hogy nem pont ezért fontos a védőnői szűrés is, és azt mondom, hogy itt is fontos lesz, akkor is, ha havonta egy nő jön, akkor is, hogyha havonta 100 nő jön. De hogy ez egy fontos lépés lesz szerintem a városnak az életébe. Hát én is azt gondolom is. Úgyhogy személy szerint nagyon rajta leszek, hogy ez meg is legyen. Reméljük, hogy megfelelő helyet kapunk el. Hát az egyik. Mert én azt gondolom, hogy a legnagyobb hátrányunk azért szerintem az, hogy méltatlan. Tehát, hogy igen, nem igen. Tudjuk hol. Tehát most szerintem, ha még szeretnénk sem, tudnánk ott csinálni, vagy úgy csinálni, ahogyan azt az ember elképzeli. És azon meg nem az szabad elrontani. Tehát én azt gondolom, igen. Tehát az sokkal rosszabb, hogy egy olyan helyen vagyunk úgymond megerőszakolva azzal, hogy már pedig én szeretném, hogy csináljátok, és akkor csináljátok, ami erre nem méltó. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy akkor dolgozzunk azon, hogy tudjunk olyan területet, vagy olyan helyszínt biztosítani ehhez, amire azt mondhatjuk, hogy van helyem arra, hogy én nyugodtan leüljek, elbeszélgessek, megmutassam, elmagyarázzam, stb. Felkészítsem. Igen. De azt gondolom, hogy azért ez egy folyamat, mert azért az orvosi rendelőnk épül, és hát gyakorlatilag olyan feladatokat vesz el, azért ez az orvosi rendelő majd, ami készen lesz, ami gyakorlatilag azért Szigetszent Miklósra kellett volna, hogy kötelezzen minket, hogy oda járjunk, tehát vesz el azért bőven feladatokat, de ez mindig egy folyamat. Tehát amit elkezdtünk, ez egy nagyon jó tendencia, nagyon jó, hogy tudunk építeni, nagyon jó, hogy tudunk lépni, nagyon jó, hogy jön a sok fiatal anyukával, gyerekkel tele leszünk, tehát egy fiatal város, és persze én meglátásom szerint az idősebb korosztálynak is jó, mert más arcokat látnak, sok játszóterünk van, ki fognak menni, gyerekeket fognak látni. Tényleg nem csak a szomszéd nénivel fognak együtt kapálni és diskurálni arról, hogy a tyúk tojt vagy nem tojt, vagy nem tudom mit csinál. Tehát, hogy egészen más közegben leszünk most benne. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy folyamat.
picit még legyünk türelmesek, de annyira nyitott kapukat döngetünk, hogy ennek a folyamatnak azért már ebbe az évben is látszik az eredménye. Csak azért ezekhez a nyugdíjak is kellene, vagyunk be őszintén. És azért olyan sok minden felé kell a városba ez a pénz, hogy... És nagyon fontos az egészségügy. Én azt gondolom, hogy a RASZTI önkormányzata azért mindenféleképpen ezt nagyon jó szem előtt tartja, és amit lehet önkormányzati szinten. A HPV-t is megelőzte. Hát így van, a korunkat megelőztük, én azt gondolom ebben az oltással, mert például a fiúkat is, miután kampány voltuk, tehát az RASZTI önkormányzata, rögtön a Németországos kampányban. És ez a szűrés, ez gyakorlatilag teljes egészében az önkormányzatot elérni, vagy van állami támogatás is, tehát ilyen a finanszírozása az közös? Ezt, amit most az RASZTI önkormányzat vállalt, ezt mi finanszírozzuk. Ez a szűrés, oltás. Igen, az oltást. A szűrés az népegészségügyi program része. Tehát van a fenntartónak, biztos vagyok benne, van valami költsége, vagy azt nem? Nem, tehát az népegészségügyi program. Hát ez megvan, hogy az OEP-től mennyi finanszírozást lehet erre lenyírni szűrésenként. Tehát ez az államilag finanszírozott. És három évente, 25 és 65 év közötti nők vehetik igénybe, akik kapnak meg hívó levelet, vagy... Hívó levelet kell hozzá, igen. Szóval megvannak a feltételei, de... Illetve szabadon is lehet jelentkezni, de az egy külön elbírálás van, elesik, nem lesz senki elutasítva. Ezt tudjuk mondani, hogy azért jelentkezzenek majd, ha lesz, mert attól, mert nem kapott behívó levelet, attól igenis lehet majd jelentkezni. Igen, tehát biztos, hogy lesz rá, és annak idejében megpróbáljuk megfelelő tájékoztatást is megadni hozzá. És én azt gondolom, hogy... Azért egy picit zárójelbe hozzátenném, hogy nagyon jó ez a védőnői ményakszűrés, de ez egy nagyon pici szelete egy nagy gyógyászati szűrésnek a tortából. És hogy azért azt hozzá kell tegyük, hogy nem helyettesítik, és sajnos az említett többi rákformátum és egyéb betegségek miatt a nőgyógyászati szűrés. Tehát nagyon szívesen fogjuk csinálni. Reméljük, hogy meg tudjuk oldani, hogy bárki jöhessen hozzá, de azért azt bátorítanunk kell a hölgyeket arra, hogy nőgyógyászhoz is menjenek, és főleg. Van ebben egy ilyen hamis illúzió is, én igen, azt mondom, ez hogy valahol azért van ebben egy hamis biztonság. Igen, viszont azt gondolom, hogy azoknál, akik mondjuk tényleg 20 éve nem mentek el, vagy ott ugye már védőnők is nagyon sok olyan esetet tártak fel, ahol már tovább irányítás volt, az tényleg így van, hogy egy nőgyógyászati vizsgálat során azért sokkal több minden is történik, de igen, de én mindig azt szoktam mondani, hogy már az is egy nagyon nagy dolog, hogyha a védőnő beszél erről a témáról, és nem feltétlen veszi le mondjuk a kenetet, mert azzal is tényleg életeket tudtok megmenteni. És ott látnám elsősorban, hogyha igazán őszinte akarnék lenni, akkor én azt gondolom, hogy a kenetvételt nem kellett volna ami a nyakunkba tennünk. Tehát ezt a szülésznők ellenkeznek azért, hogy miért nem ők, a védőnök ellenkeznek azért, hogy miért mi. Tehát, hogy valahol akkor meg lehetett volna azt a csatornát találni, de ez már egy ilyen népességpolitika, vagy egészségpolitika, vagy nem tudom, valami egyéb. De én azt gondolom, hogy alapvetően a mi feladatunkat én abban látom, hogy beszéljünk erről, világosítsunk el. Nyilván ez a feladatunk lesz, hogy meg fogjuk csinálni, és akkor nem tudunk el ellen menni, mert tényleg szívesen látjuk. Én azt gondolom, kicsit ott is lett elrontva, hogy ez egy ilyen népegészségügyi programba lett berakva. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy én, mint védőnő, ott ülök egy szobácskámból, várom a saját gondozottjaimat, aki bárki kedve szerint jöhetne hozzám szülésre, akkor annak jobban látnám értelmét, mint annak, hogy három évente az, aki 20 éve nem volt, győzzen meg arról, hogy most neked el kell eljönnöd. Tehát most nyilván persze én vagyok az az ember, aki bejárok az otthonokba, és hát, hogy ne kötelező érvényű legyen ez, hanem, mert van olyan, aki nagyon lelkesebben, igen, nyilván igen, védőnőként is úgy érzi, hogy ez az ő vonala, az sokat tud, és sokat megy, de hogy ne a kötelező része legyen, mert pont veled beszéltük, hogy ami olyan, hogy ma kell csinálni, akkor ez a kötelező olvasmányokból is kiindulhatunk. Visszagondolunk abban, hogy olvasmányokban hányat olvastunk el, és hányat olvastunk el már azóta. Tehát, hogy
Kicsit ennek a kötelező jellegnek mindig van egy ilyen kis. Egyébként én zárójelemben meg én annyit tudnék mondani, hogy rettentő gyorsan jön a HPV alapú szűrés, és hogy a szakmai kollégium dolgozik azon, hogy ez legyen az elsődleges, ne a citológia, illetve jönnek az önmintavevők, amiket majd meg tudunk venni gyógyszertárakba, és akár drogériákba. És hogyha erre megy a világ, akkor az a zárójel az, igen. Tehát, hogy megoldódik, én azt gondolom, hogy ez a része. Nyilván ez egy fontos dolog, Angliában ugye a házi orvos és az asszisztense szűr, tehát oda lehet elmenni. Itt Magyarországon azt gondolták, hogy a védőnők azok, akik a legkönnyebben elérik a nőket. És nem egy rossz gondolkodás, és valóban így van, és én merem remélni, hogy pont azért kaptuk úgymond ezt a megtiszteltetést, mert tudnánk többek lenni, mint egy mintavétel. Hogy azzal, hogy beszélgethetünk róla, hogy időt tudunk rászánni, hogy esetleg már ismerjük egymást azért, akik már 10-20 éve dolgoznak, akár harasztin, akár egy más körzetben, azok azért a félvárost ismerik, ha más nem látásból. És hogy tényleg vannak olyan emberek, hölgyek, akik sokkal hamarabb bejönnek egy hölgyhöz, vagy egy nőhöz, mint egy férfi orvoshoz akár, mert lehet jobban felmeríteni a kérdéseiket. És erre azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó ötlet volt ez, hogy a védőnőség csinálja, csak önmagában egy kicsit így a kivitelezési problémák, mint ahogy ez minden területen szerintem az életben fennáll. Ugye itt az a probléma, hogy mirenk védőnökre, mivel mi nagyon jól terhelhetők vagyunk, ezért rakják a terheket. Én inkább a primér prevenciós vonalat érzem magam élem. Tehát én például nem végeztem el a képzést. De most nem viszont, is kötelező. Hú, erről beszélgethetünk majd, ha szeretnél. Viszont nagyon, nagyon fontosnak érzem azt, hogy ugye mi területen elkezdjük gondozni a kismamákat, és nagyon fontos az, hogy rákérdezzem egy védőnő, hogy és a ményakszűrés megtörtént, a rákszűrést, kenetet vette az orvosa. És körülbelül 10-ből egy kismamának nincsen érvényes egy évnél nem régebbi rákszűrési lenete. Őket felvilágosítjuk ennek a fontosságáról. Szülés után a 6-7-es kontrollnál, amikor visszamennek a nőgyógyászhoz, eleve biztatjuk őket, hogy menjen, ne halogassa 6-7-esen, ha nincsen semmi probléma, akkor is menjen vissza. És igen, kérje, vegyék le ismét a kenetet, tehát a rákszűrést ismételjék meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt is nagyon fontos, ezt az egészségtudatosságot erősíteni az asszonyokon, mind a mellett, hogy ugye a szűrővédőnök szeretnék is hangsúlyozni. De fontos biztatni őket, hogy bízzanak az orvosságon, menjenek itt, elérhetőségeket adni a helyi nőgyógyászokhoz, a területi mobiletékes szakrendelőben elérhető nőgyógyászokhoz. Tehát ennek a fontosságát használják. Nem csak azt, hogy ugye kenetet veszünk. Egyébként is mindannyian az erőnkön felül dolgozom, mert erőnkön felül körzetükben, tehát az ellátókok fölött vagyunk. Ugye mi tudjuk a legjobban, hogy milyen nagy a Dunaharasztira beköltöző lakosság, mert mi találkozunk velük mindenhütte. Ugye ezt nem lehet leviszni, hogy egy kis gyerekes családra járjon. És minden ellátók, hogyha egyére szabottan kellene, hogy milyen megszűrést végezni, egyére szabottan kellene felvárosítani a jogosnak. Egyébként szerintem tájékat gondolni a fejlőnök, hogy a legjobb az a fejlő, hogy a helyen, és a saját családok miért mondják. Hát ez valahogy olyan szép gondolat, és nagyon jó dolog. De a megvalósulás az valahogy nagyon nem, nincs kidolgozva szerintem még teljesen. De egyébként ezért jó témát, nagyon hálás, hogy eljöttetek, hogy találkoztunk, és a meghívónkat, vagy meghívómat elfogadtátok, és ezt el tudtátok mondani. És azt gondolom most is, hogy ez a beszélgetés pont erről szól, hogy rendben, hogy kaptatok egy úgymond feladatot, egy jó feladatot, de a beszélgetés, és pont ez, hogy mi azért még mindig nagyon sok új anyukával kerültök szembe, de azért még mindig azt gondolom, hogy amikor az utcára kimegyünk, ismerős arcok jönnek szembe, meg fogja ismerni a védőnök, meg fogja ismerni az icót, meg fog ismerni engem, vagy itt a körülöttünk ülő többi hölgyet is, és esetleg mernek beszélgetni, vagy a közérbe sorban állás közben, hogy jaj, tényleg ott volt, és neked mi tetszett belőle, vagy mi nem tetszett, vagy szerint mivel értettél egyet. Tehát én azt gondoltam ebben, amikor kigondoltuk, hogy veletek együtt dolgozunk, hogy mindenféleképpen ez, hogy beszéljünk róla, vagy hogy merjünk egy kicsit
szabadabban beszélni, nem szabatosan, csak szabadabban beszélni ezekről a gondjainkról, és hogy megtaláljuk az utat. Tehát én nem is effektív arra gondoltam, amit ugye kaptatok feladatnak, hogy effektív ezt a kenetlevételt ugye megcsináljátok, hanem az, hogy ha van probléma, akkor ő tudjon hova fordulni, tehát hogy megosztja veletek, és akkor el tudjátok mondani, hogy ő merre induljon el. Ez azt szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy... működik, tehát minden évben tehát szervezünk egészségnapot, amin a vitóink ott vannak, amin szülésekre megyünk rá, tehát... Azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos dolog. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, tényleg külön a védőnöknek, mert így mondtátok, és én személy szerint nagyon tudom, hogy, nagyon jól tudom, hogy mennyi feladat hárul rájuk, és de számomra kívül állok én, ez egy gyönyörű feladat, csak ugye nem nekem kell végezni, hogy ezt a munkát. Persze gyönyörű, igen, csak azért adódnak nehézségek, én azt gondolom, minden szakmában és minden gyönyörű szakmában. Köszönöm Micónak, hogy ránk szánta az idejét, nektek is, hogy fűztétek a gyöngyöt, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik eljöttek. És ha maradt esetleg bennetek kérdés, legközelebb is fogjuk használni a Facebook médiánkat itt Harasztiban a következő beszélgetésünk során. Amit itt említettél, az iskolákat, ezt fel fogjuk jegyzetelni, hogy e felé is induljunk el egy beszélgetés során legalább. És remélem, hogy ebben is azért sok embernek tudtunk esetleg segíteni, vagy talán közelebb kerülni, közelebb hozni, talán picit megnyitni azt a csatornát, ahol megtalál minket. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönjük!